Majdnem egy évvel, jó pár DLC-vel az Injustice 2 megjelenése után megkaptuk a NetherRealm verekedős játékának teljes csomagját, mely tartalmazza mind a 10 fizetős extra karaktert, néhány premier skint és színezéseket, így ha eddig valakinek kimaradt volna DC szuperhősös móka, akkor itt a remek alkalom begyűjteni. A Legendary Edition érdemben csupán annyiban különbözik az alap vagy az egyéb verzióktól, hogy minden korábbi megvásárolható karaktert magába foglal, így Starfire, Red Hood, Sub-Zero, Raiden, Hellboy, Black Manta, Atom, Enchantress, a Tini Ninja teknőcök és még az előrendelőknek járó Darkseid is a felhozatal részét képezik. Ráadásul ezek az extra karakterek alaposan kilettek dolgozva, és tényleg hoznak némi frissítést a harcokba. Atom például parányira össze tud menni, amivel jócskán meg lehet zavarni az ellenfelet, a teknőcöknek ugyancsak egy karakter szlotjuk van a választ. Képernyőn, de attól függően, hogy milyen fegyvert rakunk be neki, úgy Michelangelo, Raffaello, Donatello vagy éppen Leonardo fog bevonulni a mérkőzés elején. A Mortal Kombat két vendégkaraktere, Sub-Zero és Raiden mozgáskultúrájuk, illetve kombóik szinte pontosan megegyeznek a Mortal Kombat X-es irányításukkal, úgyhogy a mortálos kezek alatt rendkívül könnyedén muzsikálnak majd, ha már a kinézetük kevésbé is hasonlít az eredeti énjükre. A Legendary Edition megjelenésének apropójából befutott egy combosabb frissítés is a játékhoz, melyet az alapverzió tulajdonosai is ugyanúgy megkaptak. Ez a karakterek kiegyensúlyozása mellett új felszerelésekkel látta el a harcosokat, de ami talán a legfontosabb, egy új testre szabhatósági lehetőséggel is bővítette a karaktereket, és 30-ra emelte a szintkorlátot. Ez az újfajta augment slot csak a megnövelt karakterkorlát elérése után nyílik meg, ahol a hősünk értékeit módosíthatjuk kisebb-nagyobb mértékben. Itt olyan passzív módosítók közül lehet válogatni, mint például a 10%-a megnövelt védelmi érték és hasonló variációk. Egy sokkal komplexebb és tartalmasabb oktató móddal is bővült az egyjátékos szegmens az ingyenes frissítés keretein belül, ahol nem csak az alapmozgásokat, de komplett taktikákat, kombóláncokat és harci mechanizmusokat sajátíthatunk el. Valóban nagyon hasznos és akár egy profi játékosnak is tud újat mutatni, úgyhogy jobb később, mint soha alapon üdvözöljük a Learn Hub bevezetését is. A multiverse kihívások is bővültek, így már a DLC karaktereknek is van tematikus eseményük, amit például csak egy 15. szintű Hellboy-jal lehet megcsinálni, de cserébe a jutalom is elsősorban az adott karakter. Összességében egy remek csomagról van szó, amiben majdnem minden benne van, amiről egy DC rajongó álmodhat, és azért csak majdnem, mert például vannak olyan premier skinek, amik hiányoznak belőle. Ilyen például Captain Cold, Mr. Freeze fizimiskája, vagy például Superman bizarró változata. Persze ezek csak külsőségek, a játék eszenciáját az a 38 karakter adja, akik immáron rögtön használhatók a Legendary Editionben, na meg a páratlan látványvilág, ami PS4 Pro vagy Xbox One X konzolokon visszaköszön.